Színes vízgömbök a vízgömbben, füstölgő és lángoló buborék, de többi közt óriás szappanbuborékokat is láthatott az, aki szerdán a Futurába látogatott. Magyarország legnagyobb tudományos játszóháza ugyanis idén ünnepli fennállásának 10. évét, amit augusztus 17-én a látogatókkal ünnepeltek. A különleges alkalmon egy vízgömbsót láthattak a Futura kis felfedezői, akik közül az egyik bátor jelentkező maga is egy óriás buborékba került. A vízgömbsó mellett természetesen a látogatók a megszokott programokat is végigjárhatták. A látványos kísérleti bemutatók mellett megtekinthették többi közt a planetáriumi előadásokat és a Tesla transformátort is. Az intézmény az elmúlt 10 év alatt népszerű turisztikai célpont lett. Sokan választják családi programként, de számos osztálykirándulást is szerveztek már ide. A működésünk során Moson-Magyaróvár városa bekerült a turisztikai vérkeringésbe. Ez vonatkozik a családokra és az osztálykirándulásokra is. Osztálykirándulási célpont lett a városunk, ugye nem csak a Futura, hanem a többi turisztikai attrakció is. Ezt hozta ez a 10 év. Országos és nemzetközi ismertségünk van, nagyon jók a látogatói visszajelzések, szeretik az intézményünket, és nagyon messziről is, az ország másik végéből is visszajárnak hozzánk a látogatók. A látogatók közül többen először jártak az intézményben. Voltak, akik az ország keleti részéről érkeztek ide. Nyíregyházáról érkeztünk. És mi mindent láttál itt a Futurában? Mindent. Mi tetszett a legjobban? Minden. És neked mi tetszett itt a legjobban? Ez a fellabdafújós. Ez. Amik itt volt. És mi történt ott? Egy ilyen műanyag labdát felfújta, fent kellett tartani levegővel. Volt vízgömb, nagyon-nagyon érdekes volt, és volt planetárium, elmagyaráztak mindenféle csillagképet, nagyon érdekes volt. A Futurában számos izgalmas programmal várják a kicsiket és a nagyokat, a tudományos játszóház pedig folyamatosan igyekszik bővíteni a kínálatát. Így várhatóan a jövőben is folytatódnak a fejlesztések.